Különleges ünnepi élményben lehet része annak, aki Jászapártin átutazik. Ünnepi hangulatba öltöztették a körforgalmat. Óriási húsvéti tojást faragtak ki, amelyet a körforgalomba helyeztek el. Maga a készítés az barátokkal, fiatalokkal összefogásban, éjszakákon át úgy mondhatnám, mert elég sürgős volt. Ez, mivel nem sokkal húsvét előtt találtuk ki ezt a dolgot, hogy csináljuk meg, és azért hát elég nagy volumenű dolog ez, hogy így délutánonként és éjszakánként dolgoztunk vele. Helyet biztosított Pócs János országgyűlési képviselő úr, ahol egy garázsban, ahol meg tudtuk ezt a dolgot csinálni. Vállalkozók, barátok segítettek mind az anyag felajánlásban, tehát tulajdonképpen úgy sikerült összehozni ezt a tojást, hogy barátokkal közös munkában és felajánlásokból az anyagot, tehát nem került tulajdonképpen pénzbe az egész, és ennek az igazán nagy értéke az, még hogy egy igazi jó kis közösségépítő volt szinte az egész városnak, mert a kicsitől a nagyig részt vettek az elkészítésben, és utána pedig ez a látványos dolog, ami kikerült, ez pedig tényleg mindenki örömének szolgál, és mindenkit jó érzéssel tölt el, amikor ránéz és megcsodálja. De van itt lovaskocsi nyuszikákkal is. Két hely település honlapját és fotóit nézegetve jött ez az ötlet, hogy náluk tojásfát készítenek több ezer tojással, náluk is vannak ilyen nagy elemek, ilyen dekorációs elemek, és akkor kitaláltuk Ádám János képviselővel együtt, hogy megvalósítjuk Jászapártin ezt a dekorációt. A kivitelezés nehezítette, hogy a körforgalomba kihelyezett növényeket nem akarták bántani, így nagyon óvatosan kellett elvégezni a munkákat. A városközpontban elhelyezett húsvéti dekoráció elkészítése nagyon sok ember munkája. Rengetegen segítenek abba, hogy ezek az elemek ide kerüljenek, például a közmunkaprogram munkatársai, egy vállalkozó segített a szekeret behozni, amit utána a kabinetiroda dolgozói földíszítettek, illetve az óvodások is kivették a részüket a dekorációs elemek elkészítéséből, ezáltal vált ilyen szépé most a körforgalmi dekoráció. A húsvéti közúti kompozíció az ünnepig biztosan marad, de a kivitelezők már az újabb ötleteken törik a fejüket.